Köszönjük, hogy hozzád lehet jönni, úgy, ahogy vagyunk. És köszönjük, hogy te kész vagy újat adni. Uram, mai napon is kérlek téged, azokat, akik megtértek, tartsd meg őket. Akik betegek, gyógyítsd meg őket. Sőt, akik az internet előtt vannak szükségben, őket is érintsd meg. Sőt, akik a rádión keresztül hallgatnak, azokat is áld meg. Jézus nevében, amen. Amen. Adjunk az Úrnak egy nagy tapsot. És külön azokat szeretném megtapsolni, akik először vagytok itt. Lehet, hogy egy kicsit furcsa, hogy annyit énekelnek ezek a hitesek. De jól tettétek, és kérlek, hogy egymást is köszöntsétek legalább két-három olyan személynek, akinek ma még nem köszöntetek, akkor kérlek, hogy köszönjetek. Köszöntsétek egymást. Jó az Úr, és jó az Urat dicsérni. És nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és különösen köszöntjük azokat, akik az internet előtt vagytok. Isten áldjon benneteket. És külön köszöntjük az Ige Rádió hallgatókat, bárhol is vagytok. Érezzétek jól magatokat, és jó helyen vagytok. Hiszem, hogy az Istennek van jó üzenete mindannyiunk számára a mai napon is. Mielőtt az ige hirdetésbe belekezdenénk, csupán egy könyvet hadd olvasok, mutassak be nektek, egy jó könyv. Kedvenc írom, Joel Osteentől, erősebb vagy, mint gondolnád. Dicsőség az Úrnak. Szabadíts fel azokat az erőket, fel az erőt, hogy magabiztosan és bátran leküzdhessd a korlátaidat. Dicsőség az Úrnak, hát van mit küzdeni, maradjunk abban. Egy csodálatos történetet szeretnék nektek felolvasni a Bibliából, és kérlek, hogy nyissátok ki velem együtt az igét, Lukács evangélium a 15. részéhez. Lukács 15, egy csodálatos történetet fogok felolvasni, talán az egyik legszebb történet a Bibliában, 11. verstől. Lukács 15, jaj, valami hirdetés is van, és elfelejtettem. Szeptember 26-án vízkeresztségre kerül sor. Ha még nem születtél újjá víztől és szellemtől, akkor feltétlenül bátorítunk, vagy olyan személy tudtok, aki még ezt a lépést szeretné megtenni, akkor szóljatok neki. Meg a gyermek szolgálattal kapcsolatban kérjük, hogy a szülők és keressék meg a szolgálatvezetőket, mert osztályfőnöki órával fog kezdődni az iskola. És egy csodálatos bibliaiskola is kezdődik, a TK, arra is bátorítom benneteket. Tehát megtaláltátok már a Lukács evangélium 15. részét, kérlek, hogy olvassuk a 14. verstől. Ezt maga Jézus mond ezt a történetet. Mondta pedig, egy embernek volt két fia, és mond az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt, és az megoszta a vagyont. Nem sok nap múlva aztán a kisebbik fiú összeszedvén mindenét messze vidékre költözött, és ott eltékozolá vagyonát, mivel hogy dobzodba élt. Minek utána pedig mindent elköltött, támad a nagy éhség azon a vidéken, és ő kezdett szükséget látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt az ő mezére disznókat legeltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem állt volna neki. Mikor aztán magába szállt, mondd az én, atyámnak mi sok béresse bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyanná, mint a te béresed közül egy. Felkelvén elmén az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, és megesik rajta az ő szíve, és odafutván nyakába esik, megcsókolgatá őt. És mondta neki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mond az ő szolgáinak,
Hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira. És előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együtt együnk, és vígadjunk. Mert az az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Kezdjenek azért vígadni. Az ő nagyobbik fia pedig a mezőn volt, amikor hazajövén közelgett a házhoz, hallá a zenét és a táncot. Előszólítván egyet a szolgák közül megtudakozzá, mi dolog ez? Az pedig mondta, te öcséd jött meg, és a te atyád levágatá a hízott tulkot, mivel hogy egészségben nyerte őt vissza. Erről megharagulvék, és nem akara bemenni az ő atya, annak okáért kimenvén kéleli őt. Ő pedig felelvén mond az ő atyának, íme annyi esztendőtől fogva szolgálok neked, és soha parancsolatodat át nem hágtam, és nekem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad neki a hízott tulkot. Azt pedig mondta neki, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd, vigadnod és örülnöd kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, és elveszett és megtaláltatott. Amen. Amen. Nagyon jól ismert történet a Bibliában, nagyon sokszor volt már erről szó, mégis úgy hiszem, hogy mára is van az Istennek új szava és üzenete benne ebből a történetből a számunkra. Igazából több hatalmas igazság van, amit szeretnék eleveníteni ebből a történetből. Az első nagy igazság, hogy Isten jelenléte, mert az ember, akiről a Biblia beszél, az az Atya, ez maga az Urat jelent, jelképezi, hogy mindaz, amink van, csak az Isten jelenlétében tudod megtartani. Az egészséged, a házasságodat, a békességedet, a pénzedet, minden kincsünket. Nem szándékosan vesztette el az az ifjú. Ő nem azzal a gondolattal és tudattal ment el, hogy hadd menjen, erezd el a hajam, hanem ő nem tudta, mint ahogy ma is sok ember nem tudja, hogy mindaz, amink van, csak az Isten jelenlétében tudod megőrizni. Mert egy olyan morcos világban élünk, egy olyan támadott világban élünk, hogy mi nem tudjuk megőrizni magunkat. Ki tudja megtartani az életét? Minden napon egy kegyelem. Egy órával nem tudjuk meghosszabbítani az életünket. Az Úrra megtartod. Amikor Ádámot és Évát behelyezte Isten az Éden kertjében, ugyanezt elfelejtette Ádám és Éva. Valahogy úgy gondolták, hogy esznek egy jó gyümölcssalátát, és aztán utána megy minden tovább. Csak semmi nem ment többet tovább úgy. Hidd el, mindaz, aki vagy, és mindaz, amit van, addig van, míg az Isten jelenlétében vagyunk. Akik házasok, tudják, hogy nem csak az esküvői kell küzdeni egy házasságért. Akik tapasztaltak, tudják, hogy akkor kezdődik a háború. Hát tudjátok a viccet, miért nem volt szabad egy évig a férfiak az eskü után háborúba menjenek? Mert volt nekik otthon. És nem kell, egyszer két helyen nem lehet háborozni. Miért? Nem tudjuk megőrizni a házasságunkat is. Az Isten kell megőrizzen, mert ha te megtartod az Úr, és amíg közel vagyunk az Úrhoz, megvannak a javaink. Az idén volt egy néhányszor nagyon nagy szélvihar, nagyon nagy, hát nagyobb, mint amilyen szokva vagyunk. És akkor szembesül az ember, hogy micsoda parányi az ember. Fogtuk a sátrainkat, de úgy mozgatta, csak annak adtunk hálát az Úrnak, hogy nem jött nagyobb. De tudod, hogy van az a vihar, ami az autósodat is fel tudja emelni. Van az a vihar, ami épületeket össze tud dönteni, és akkor szembesül az ember. Micsoda az ember? Nem tudom megőrizni magam. De van az az Isten, aki meg tud őrizni. És ez a nagy fiúnak az első nagy problémája, és az első nagy üzenet ebből az igéből az,
hogy maradj az Úr közelébe. Mondjad a szomszédodnak, maradj az Úr közelébe. Maradj az Isten közelébe. Ez életfeltétel. Ez az életünk. Péter, Szent Péterről beszélek. Tudjátok, Péter a Szent. Míg ott volt Jézus jelenlétében, mondta, Uram, ezektől kitelik, hogy elhagyjanak. De én soha. És ő nem csak így gondolta, ő úgy is érezte. Nem csak mondta, ő így is gondolta. De amikor történt valami, van egy zárójel a Bibliában. Péter pedig távolról követi az Urat. És utána olvasunk rögtön valamit. Jön egy lány, és mondja, hogy te nem azon a Jézussal vagy? Ő nem, egyáltalán. Ugyanaz az ember az Úr jelenlétében nagyon erős, az Úrtól távol, nagyon gyenge. Úgy vagyunk mi is. Az Úr jelenlétében normális emberek vagyunk, normális keresztények, az Úrtól lemarad az ember, mindent el tud tékozolni. El tud veszteni. Nem ismersz magadra. Szerintetek, ha tudta volna ez az ifjú, hogy mi vár rá, megtette volna ezeket a lépést? Biztos, hogy otthon maradt volna. Mert az Úrtól távol tékozlás van. Mert az ember meglopható, kifosztható lény. És meg egyszer arra ébredett fel Ádám és Éva, hogy az a csodálatos idill környezet megszűnt, kőkemény csata lett az élet, elkezdett vitatkozni Ádám és Éva. Tudjátok, hogy már vitatkozás volt közöttük? Néztek rám, ha honnan tudod? Tudom. Tudod, mert megmondta Isten, hogy te epekedni fogsz a férjed után, és ő viszonyzásul nem kedvesség lesz, hanem uralkodni fog fölötted. És egy normális nőt idegesít, hogy az Úr akar rajta uralkodni. Kinek képzeli magát? Első házasságban már ilyen problémák voltak. De miért lett? Azért, mert eltávolodtak Istentől. És ez a fiatal ember, tudjátok, hogy meddig ment? Egész addig, amíg a disznók társaságába kikötött. A Bibliában a disznókat, az igaz, egy képes beszél, a tisztátalanság jelképe, mert azt mondja a Biblia, hogy a visszaesés, aki elmarad, azt mondja olyan, mint a megmosott disznó, aki vissza akar menni a sárnak a fertébe. A disznó természet vonzódik a sárhoz. A sár a Bibliában a bűn. És amikor az ember nincsen jó állapotban, akkor vonzódik a bűnhöz. Sőt, azt mondta, hogy kívánta a moslékot, azt az ételt, amit a disznók esznek. Tudjad, hogy te se vagy kivétel ez alól. Ha akarsz hűséges maradni az Úrhoz, egy mód van rá, szorosan kövesd az Urat. Mert ha távolról követed, eltávolodik az ember, akkor egyszer csak felébred, valami röfögést hallok, itt is röfögnek, ott is röfögnek, ez is fekszik a mocsokba, az is fekszik a mocsokba. Nem szeretnék senkit megsérteni, de ha a körülötted levő emberek mi is sárosak, lehet, hogy nem jó helyen vagy. Tudtam mondani, ez is sáros, az is sáros. Biztos, hogy jó helyen vagy. Nem a disznók voltak rossz helyen, az ember volt rossz helyen. A te helyed az Úr jelenlétében van. Az Úr gyógyítson meg téged. Az Úr szabadítson meg téged. Az Úr tisztítson meg téged. De ez az ember rossz helyen volt, és mikor körbenézett, hát ez is disznó, az is disznó, ez is röfög, az is harap. És néha keresztények jönnek, hogy pásztor, ilyen, ez is röfög, az is röfög. Biztos jó helyen vagy? Nem az a baj, hogy eltávolodtál az Úr jelenlététől, és felébredtél a röfögők szent közösségébe? Ez egy spirituális igazságok. Ezt Jézus nem csak azért mondta, hogy
leírjon egy történetet, hanem ezekben mind nagy igazság van. De volt egy csodálatos fordulat, és ma igazából én a második felülről szeretnék ma beszélni. Készített egy mérleget. És ma arra szeretnélek téged is bátorítani, és magamat is, hogy időnként készíts egy mérleget, hogy hogy állsz az Úrral, ha most visszajönne. Mert Jézushoz is jött egy ember, és kezdett neki magyarázni. És azt mondja neki Jézus, hogy nem vagy te messze az Istennek az ország, közel vagy az Isten országához. De tudjátok a viccet, azt elmondtam sokszor. Székely elkési a vonatot. Megy az állomásra, és mondja, kérdezi, hogy elment ez a vonat? Szóval elment. Mikor ment el? Egy perce. Hát csak egy percet késtem. Nem elég közel lenni az Isten országához, benne kell legyünk az Isten országában. Ha egy kicsit is lazít az ember, tegyél, jó, hogy időnként. És ma egy ilyen összevetel van. Húzz egy mérleget, hogy állsz az Úrral? Benne vagy az Úrban? A tékozlás folyamata, vagy a gyűjtés folyamata van az életedben? Közelebb vagy az Úrhoz, vagy eltávolodtál? Ha nem csinálsz semmit, bőven elég arra, hogy eltávolodjunk. Azért nem kell semmit csinálni. Azért, hogy ne távolodj el, azért sokat kell dolgozni. A házasságban is, a házastársal is. Több házassággal figyeltem meg, kettő házasság is volt az közelmúltban, ahol megfigyeltem, és el is mondtam nekik, hogy mondták, hogy mivel küzdenek, és mondom, te. Szerintem egy alapdolgot elrontottatok. Miért? Befektettél abba, egy dolgot felejtettél el, hogy egymásba fektessetek be. És ha nem fektesz be egy kapcsolatba, nem kell semmit csinálni, kihűl az magától. De így van ez az Úrral való kapcsolattal is. És ez a fiatalember megtanulta ezt, hogy igen, ha mérleget készítünk, akkor nagy baj van. Hát én voltam sokkal jobb állapotban. Az Istennek a jelenlétében hallottam az Úr hangját. Milyen jó volt, mikor Isten az Atya jelenlétében voltunk. És most valami a halál fullánkját érzem, ez nem jó. És döntött, visszamegyek az Atyához. És majd én arról szeretnék beszélni igazából, hogy milyen áldások várnak téged az Atyánál. 7 lépcsőfokot találunk ebben a felsorolásban. Nem véletlenül folyamatról beszélünk. 7 olyan lépcsőfok, amit van, aki az elsőt érinti, és leéli az egész életét, van, aki a másodikat is eléri, van, aki a harmadikat, van, aki a hatodikat. Az Úrnak az áldása a tiéd, és az enyém minden ember számára elérhető, de hogy mennyit veszünk át, ez a mi felelősségünk. És ez a ház, az atyai ház nem más, mint az egyház. Mondjad a szomszédodnak, az atyai ház, az az egyház. Az atyai ház, az az egyház. Csodálatos. Miért mondom, hogy az atyai ház az egyház? Azért, mert ez az atyái, ez a ház. Az egyház az az úré. A Biblia így nevezi az egyházat, hogy az az úré. Ez a ház az úré. És vannak olyan áldások, amit csak az atyai háznál tudunk átvenni. Tudom, hogy ma az interneten nagy divat mondani, nem kell, kicsit benyomunk egy kis internetet, rámegyünk. De ezt szeretném mondani, vannak áldások, amit Isten az egyháznak és az egyházba ígért meg, amit nem lehet kívül megvenni. Ha elmész egy nagy áruházba, mondjuk egy hipermarketbe, nagyon sok ilyen gyönyörű kirakatok vannak, különösen nyugaton vannak, hogy be van zárva a bolt, úgy ki van világítva, hogy csak egy üveglap választ, de minden ott van. De nem tudod elvenni. Ahhoz, hogy elvedd, be kell menni. Nem elég, hogy kívülről nézegetjük, ha belép az ember az atyai házhoz, akkor tudja elérni.
nagyon nagy jelentősége van. És arra szeretnélek meggyőzni benneteket, hogy a világ legcsodálatosabb ajándéka az Istennek a Földön az, hogy van egyház. Az első nagy ajándék, amit a történetben Jézus kiemel, az a kegyelem. Azt mondja az ige, amikor hazament az ifjú, az atya szíve megesett rajta. Drága barátaim, a megdöbbentő az, hogy ugyanez az atya volt addig is, de a fiú nem élvezte az atya kegyelmét, irgalmát, mindaddig még a disznók mellett volt. Mindaddig még távol volt. Szeretnéd az Isten irgalmát élvezni? Szeretnéd, hogy Isten kegyelmébe fürödjél? Szeretnéd, hogy az Isten kegyelme bővölködjön az életedben? Tudod, hol kapta meg ezt az ifjú? A házba. Az egyházba. Azért tesz meg mindent az ellenség, hogy az egyházból kiszorítson, mert addig vagy kegyelem alatt, amíg az egyházba vagy. Tudom, hogy ez fáj némelyeknek, akik ilyen távkapcsolatban vagytok most csak velünk, és csak beütöd a fodit, és akkor azt hiszed, hogy ezzel minden rendben. Szeretném elmondani, nagy-nagy szükségünk van az egyházra. Akik valami okból nem tudtál járni egy hónapig, kettőig, és érezted belül, tudjátok, hogy miről beszélek. Majdnem a sóvárgás, elvonási tünet, hogy tudjátok, hogy mi az érdekes? Jónás, mikor benn van a hargyomrába, tudjátok, mit kért az Úrtól? Hogy még egyszer juthatna be az Úrnak a templomába. Ez volt minden vágya. Dávid nagyon sokszor megfogalmazza ugyanezt az igazságot. Az Ószövetségben van még erre egy néhány példa, kettőt meg is említenék. Izrael Egyiptomban van. Jön a pusztító. És akkor azt mondja neki az Úr. Mindenki maradjon bent a házba. Mert amíg a bent vagy a házba, van védelmed. De miért? A ház falai védték? Ne! Tudjátok, hogy miért van védelme az egyháznak? A vérért. Mert ezt az egyházat Jézus vére mosta meg, Jézus vére védelmezi. Jézus vére ad védelmet. És az egyházban azért tesz meg mindent az ördög, hogy kiszorítson. Nem olyan érdekes, bár olyan figurák is járnak oda, nem idegesítnek. Csak két alternatíva van. Jézus vére, vagy a halál, a pusztítás. De volt egy másik történet, hasonló a Bibliában. Jerikó ítélet alatt van. Jön a követ, és mondja, Isten ítélete van rajtatok. Vége Jerikónak. De, Ráháb, te menj be a házba, és kösd fel a veres fonalat. Az a veres fonal mentette meg őket. Nem az ő házuk volt különleges. Még csak Ráhábról sem mondhatjuk, hogy valahogy egy jobb volt a többinél, mert valószínű nem. De valahogy mégis. De a titka mi volt? A vörös vonal. És az egyház nem azért különleges, mert hát együtt vagyunk, hogy ne legyünk szanaszéjjel. Hanem azért, mert Jézus Krisztus vére folyt ezért az egyházért. Ő megszereti az egyházat, megváltotta, és azt mondja az ége, meg is tisztítja. És még egy jó hírem, vissza fog jönni érte. És én nem akarom, hogy elszalasszam ezt a menetet. Ha volt már olyan, amikor elszalasztottál vonatot, az órod előtt mentál, tudod milyen érzés? Pláne még láttad is, vagy ha repülőn utaztál, az egyik kapcsolat a másik volt, és akkor látod, még lehet látni, de elment. Nem elég lentről nézni az elragadtatást. Én például lentről nem akarom elnézni, hogy ragad el az úr titeket. Én veletek akarok lenni akkor. Késznek kell lenni. Ezért mondja Jézus, és azért adja szavát Jézus, hogyha ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, én ott vagyok.
Az egyháznak a értékét nem mi adjuk össze, hogy te vagy egy jó fej, én egy jó fej, két jó fej együtt lesz, három okos, aztán nem tudom mi. Nem. A mi az egyháznak a lényegét, nem az értelmét nem mi adjuk össze. Nem miattunk jó az egyház. Miattunk is jó, persze, mi tudjuk. De nem miattunk, hanem Jézus miatt. Tudod, hogy ki van itt most jelen? Ő itt van. Van itt, aki Jézus nevébe jött? Többen vagyunk, mint ketten-hárman. És azt mondta, hogy ha ketten jöztök, én ott vagyok. Ő itt van. Ő miatta jöttünk el. És miatta jövünk el. És így tekintsd az egyházat. Ja, Jézus ide jár. Ugye sokan felteszik, jó, de annyiféle gyülekezet van, most melyik az igaz? Viszonylag egyszerű a kérdés. Ahova Jézus jár, oda érdemes járni. Ha Jézus nem jár oda, akkor te se járjál oda. Szerintem ennyi. Nem feltétlenül a bejárati felirat fogja meghatározni, melyik a jó gyülekezet és melyik nem. De ha oda jár Jézus, érdemes oda járni. Ha ott a veresfonál, ami összekötte a mennyet a földdel, érdemes oda járni. Ha az ajtófélveg van szentelve Jézus vérével, van védelmed, érdemes oda járni. Senkinek ne engedd meg, hogy kiszorítson. És semminek. Miért mondja Pál? Senki nem szakaszthat el minket az Isten szerelme. Mondja a szomszédnak, senki. Senkinek nem engedem meg, hogy elszakítson az Isten szerelméről. Senkinek. Ez egy döntés kérdése. És vannak emberek, akik az első szinten vannak, ezt az állandóan, Uram, irgalmaz, kegyelmes, bűnös emberek vagyunk, bocsánat, kegyelem. Sok évig én is ezen a szinten voltam, tudom, hogy milyen, őszintén. Minden este bocsánatkérésre feküdtem le, és reggel kezdtem erőről. Nem tudom, hogy voltatok-e ilyen állapotban, én voltam. Nem valami jó, szégyeltem már a végén magam, mondom, Uram, már tudja előre, mit fog imádkozni. Borzasztó így élni, de ez az első szint. Ez a csecsemő szint, amikor csak a kegyelmet le tudsz appellálni, de semmi más nem tudtál átvenni Istentől. De azt még az atyai házba, a tékozló fiú, akkor hazajött, nem azt mondta, ja, ez nekem elég, apám, én már mentem is innen. Nézzétek meg, mennyi kincs, micsoda áldás özön várja még, és ez téged is, és rád is érvényes, és rám is. A második szint, és sorrendjében rendkívül fontosnak tartom, úgy folytatódik, miután megesett rajta az ő szíve, odafutott, nyakába esett, és megcsókolgatta őt. Én ezt az érzelmi gyógyuláshoz tenném, rendkívül fontosnak tartom, hogy Isten természet feletti módon megérintsen és meggyógyítson. Ha ezt egyszer átélted, akkor tudod, miről beszélek, ha nem, akkor remélem, hogy meg fogod ma tapasztalni. Az érzelmeidet is Jézus Krisztus azért jött, Lukács 4.18. Azt mondja, felkent engem az Úr, hogy az evangéliumot hirdessem, és tovább úgy folytatja. És a megtört szívűeknek gyógyulást. Megnéztem az eredetiben, a megkínzott szív szerepel, az összetört sors. Én nem tudom, mi történt veled a múltban. Nem tudom, hányan csaptak be, hányan éltek vissza veled, hányan sértettek meg, mennyi sebet hordoztál, de egyet tudok, hogy benne a házba, az atya jelenlétében 100%-os gyógyulás van a számodra. 100%-os gyógyulás. A kereszténység gyógyulással kezdődik. Kegyelemből van, nem érdemből. Egyetlen egy csodálatos ölelés az atyának 100%-os gyógyulást tud adni. Amit az édesapád nem tudott megadni, az édesanyád nem tudott megadni, a világ nem tudott megadni, a malacok nem tudtak megadni, senki nem tud megadni, azt meg tudja adni ő. Azt mondja, hogy a nyakába borult, és megcsókolgatta.
Nem érzelemből áll a kereszténység. De érzelmi gyógyulás nélkül nem tudsz tovább menni. Nagyon sok ember azért bukdácsol éveken át a keresztény úton, mert a kegyelmet átveszi, de nem tudja megtartani, ha nem gyógyulsz meg érzelmileg. Csak akkor, hogy egészségesek vagyunk. Mert amikor megsérül, ha malacok megharaptak, tudjátok, a disznók harapnak. Röfögnek, és van agyaruk. És harapnak. És mikor megsérül egy ember, amíg meg nem gyógyul, tudod, onnan lehet látni, hogy meg van sérülve? Hogy érzékeny. Ha érzékeny vagy, az nem azért van, mert te az akarsz lenni. Az nem azért van, mert úgy akarod. Ez azért van, mert valahol nagy sérülés ért. És lehet, hogy csak ekkora voltál, vagy még ekkora sem. De jó hírem van, 100%-osan Jézus Krisztus szeretete meggyógyít. Meg van írva, és Istennek a szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Engedd, hogy az Úr gyógyító ereje járjon most át, ahogy én prédikálok. És az Istennek a tüze, ha megszorongat, érzed, akkor ebből meg lehet gyógyulni? 100%-osan. 100%-osan. Azt mondja, azért kent fel engem az Úr, hogy meggyógyítsam. Mert nem lehet tovább menni. Megsérülve az ember még a prédikációt is félreérti. De nézd meg, ez kiprédikált engem. Hát ez mit foglalkozik velem? És az egész életet másképp értelmezi egy megsebzett ember, mint egy egészséges ember. De ezért jött Jézus, hogy meggyógyítson. És hogyha sérelemért szíved szúrt az ördög, akkor engedd, hogy szívedet gyógyítsa meg az Úr. Mert azt mondja az így, hogy bekötözi a sebeiket. És nem handikapált keresztények vagyunk, akiknek tolókocsi kell, tolóágy, hárman kell vigyék valahogy, hogy előre haladjon a keskeny úton, hanem mind aki hősként, harcosként tudsz erőre és győzelemre menni. Nagyon tudta az atya, hogy szüksége van ennek a fiúnak. Nem azt mondta, öcsi, jó, hogy hazajöttél. Oké. Fáj, borzasztóan az a csomó lóvé, ha arra gondolok, egész életemet rádolgoztam, felét neked adtam, és mind elpaltad. De látod, nem ezzel foglalkozott, hanem azzal a sérelemmel, ami érte az ő fiát, és megöltelte, és megcsókolgatta. De azt mondja az ige, atyám fiai, annak okáért, ha van helye a vigasztalásnak. Mert nagyon sokszor azért marad az ember sérült, mert nincs helye. Viselkedj, laikám! Kihúzz a gyülibe! Felteszed azt a jó pokerarcot! Halleluja, dicsőség az Úrnak! Azt, aminek milyen sokat prédikálva fejeznél be. Nem kell itt színészkedjél. Akarsz meggyógyulni, akkor engedd, hogy az Isten ereje megérintsen. Van ennek egy ószövetségi előképe, amikor József meghallja, hogy jön az apja, beül a szekerébe, gondolom vágtába mentek a nem tudom, hogy lóval ment, vagy összvérrel, de ment az atya. Az atya jött, és találkoztak. Tudjátok, mit mond az ige? Nyakába borult, és hosszan sírt. Nem vagyok egyedül, akit többször Istennek a jelenléte éreztet, hogy kell sírjál. Eldönteted, vagy bőgsz és megszabadulsz, vagy viselkedsz, és szép lai maradsz. Senkinek sem. De én ma arra kérlek, engedd, hogy a Szentlélek kimossa a lelkedet. Akkor érzed, hogy Isten jelenléte kezd szorongatni, és könnyeit küzdesz. Én volt, akinek mondtam, figyelj ide, gyere a gyülekezetbe, hozzá magaddal egy nagy zacskót, sok zsebkendő. Tudjál bőgni? Sok fájdalom valahol ki kell jöjjön. És a könnyeden keresztül jön ki a fájdalom az emberből. Legelőször, mikor én beléptem a Híd gyülekezetébe, már 15 éve be voltam töltekezve Szent Szellemmel, már prédikáltam több mint 15, 10-valahány éve,
Azt hittem magamról, hogy amúgy egy profi vagyok már. Mikor bekerültem Istennek erősebb jelenlétébe, tudod, mit csináltam? Úgy bőgtem, mint akinek az apja, anyja egyszerre halt meg. És nem bírtam magammal. Azt sem tudtam, mi van velem. Évettem, mert nem bőgtem. Nem mondtam, ilyen bőgös, sírobőgöm asszonnal. Vettem. De akkoriban még rongy zsebkendők voltak. Elővettem a zsebkendőmet. Mondom, Emma, adj a zsebkendőt még. Eltem az övét is. Elfogyott. És akkor tudom, hogy lehajoltam, és csak bőgtem. 3 órán át, úgy, hogy a szék körülöttem, egy méter körülre, mert parkett volt, tiszta víz volt. Csak bőgtem. Azt sem tudtam, mi van velem. Tudod, mit csináltam? Sírtam az atyának a vállán. De egy ember ment be, és egy más ember jött ki onnan. És azt is elmondom nektek, én most is szoktam néha jókat bőgni. Engedd, hogy a Szentlélek szorítson meg. Nem azt mondta az apjának József, apám, én miniszterelnöknek vagyok, vagyok az Egyiptomba, bocsáss meg, de nekem viselkedni kell. Ne fogd vissza magad, mikor az Isten műteni akar. Engedd, hogy jöjjön ki. Nem kell kifussál kávéért, akkor jaj, van ideges vagyok, ki kell menjek. Ne fuss el! Gyere az Úr jelenlétébe, add, ha enged kifele, és meg fogod tapasztalni, meggyógyítja az Úr az érzelmeidet. Mert Jézus mondja, azért jöttem, hogy az összetört szívőket meggyógyítsam. Nem tudom, hányan értitek, amiről beszélek, úgy nézem, hogy némelyek értik, nem látom, nem tudom, hogy mindannyian értenétek, de ha nem, hát, még egyszer elmondom, hát, ha megértitek. Otthon is gyakorold. Ezért kell bezárni az ajtót. Nem lehet úgy olvasni a Bibliát, csak úgy is lehet, hogy mások hallgatják, de sírni nem tudsz normálisan. Önök, nincs nál. Zárd be az ajtódat, és meg fogod tapasztalni, ha megérint az Isten. Úgy kimossa belőled, kérlek szépen, hogy még a nyoma sem lesz. Miért? Mert te fiúságra vagy elhívva. Az atyától távol töltött idő borzasztó sok sebet összegyűjt az embernek. Nincs más hely, csak az Úr jelenléte, de az 100%-os gyógyulás. Mondjad a szomszédodnak, az Úr jelenlétében 100%-os a gyógyulás. Hogyha még nem gyógyult meg az érzelmeid, akkor hamar lépjél be erre a szintre. Gyere közelebb az Úrhoz. Ne elégedj meg azon, hogy kegyelemben élünk, köszönöm a Jóistennek, hanem engedd, hogy az érzelmeidet is gyógyítsa meg. Nem tudom, ti hogy vagytok, de megfigyeltem valamit. Nagyon sok ember várja, hogy vigasztaljad. Bocsánatot kérek a hölgyektől, nem akarom cikizni őket. De nagyon sok hölgynek ez a baja, hogy a férjem nem is vesz számba engemet. Beszélek hozzá, nem is hallja. Drága barátom, kedves hölgyek, ha férjedtől várod, hogy vigasztaljon meg, te ágresítad részá. Mert mindannyian Isten kegyelmére, irgalmára, vigasztalásra szorult lények vagyunk. Nem tud meg, a legmélyebb fájdalmainkat ember nem tudja kivenni. Nem is érti igazából, mi mész át. Nincs, hogy megértse. Ő is kínodik a maga nyaljával, és te is a tiéddel. És mit tud csinálni egy handikapát egy másik handikapátnak? Egyik vak, másik süket. De mikor az Istennek az ereje megérint, ki tépi belőled a múltnak a fájdalmait. Nem kell, ezért nem kell sírni, hát a férjem nem hoz egy szár rózsát, hát ő abból csak a szárát tudja hozni. De az Úr 100%-os gyógyulást tud adni. Férfiak, mi se várjátok az asszontól, pláne, hogyha fáj a feje. Nem ő a te vigasztalásod.
Hát emlékezett, hát képzeljétek, ez a tékozló fiú várta volna, hogy a testvére vigasztalja, várhatott volna az örökkévalóságig. Ne testvérektől várt, hogy vigasztalja, ez egy kicsit nyalnazd meg azt a sebet. A kutyák nyalják egymást, de a bárányoktól te ilyen nem láttál. A bárányokat Jézus Krisztus főpásztor a gyógyítója. Tudod, mit csinál a sebesült bárányokkal? Az ölébe veszi. A nyakába veszi, és azt mondja, gyere, amíg helyre jössz, elviszlek én. És nem szídja, vigyáztál volna magadra, hogy a nyakadat nem törted ki. Nem így, hanem viszi. Sokszor fel kellett vegyen a nyakában, szerint engem is. Ott, amikor eldöntöttem, én nem mondok, nekem elegem volt. Mondom, Emma, adjad el a papírt, most írom meg a felmondásomat. Nem bírom tovább. Szubszimnátó, azt mondja, te este van. Nem tudsz jól fogalmazni. Reggel jobban tudnád megfogalmazni. Tényleg mondom. Aludjunk. Éjszaka jött az Úr hozzám. Nagy porszívóval. Kiszívta a fájdalmat. Reggel. Nem írok én semmit meg, de hogy írok én ilyen hülyeséget? Hogy is jutott nekem ilyen eszembe? Nem kellett se papír, se toll. Drága barátaim, engedd, hogy a Szentlélek vigasztaljon meg. Nem kell megjátszódjuk azt, hogy nincs semmi bajunk. Igen, van bajunk. Mert megsértettek, megkárosítottak, sokan becsaptak, sokan hazudtak. Nem könnyű élet a disznók mellett. De csodálatos az Úr gyógyítása. Drága barátaim, nem vagyunk megbolondulva. Mert van, aki néz, azt mondja, mit vigyorognak ezek? Na, nézd meg, prédikálsz, ezek kacagnak. Hát, na, ne haragudj meg. Hát, ha egyszer meggyógyított az Úr, akkor normális vagy. Akkor tudsz röhögni. Ha fáj, akkor meg, akkor sírunk. Csodálatos. Az árvasságból. Tudod, hogy meg tud gyógyítani az Úr? Átéltem. Mikor apám át elköltözött, egy hónappal ezelőtt jelezte nekem, de azért kicsit rosszul esett, hogy nem mondta meg aznap. Borzasztóan fájt. Így fájtattam, mondom, Uram, hát én hogy tudok prédikálni? Te, on fáj nekem, én nem tudok így prédikálni. Te vagy megvigasztalsz engem, vagy nem fogok prédikálni. És jött a Szentlélek. Hozzám nyúlt, és kivette. Egy szempillantás alatt a gyászt, a fájdalmat, az árvaságot, és mondta, hogy én vagyok a te atyád, nem vagy te egyedül. Ja, tényleg. Abban a pillanatban 100%-osan elmúlt. Nem mondom, nem történt meg, hogy majdnem felhívtam apámat, elfelejtettem meg van halva, fel akartam minden telefonon. Ez előfordul. De már nem az a borzasztó fájdalommal, nem a gyászsal, mert Jézus Krisztus a gyászból is meg tud gyógyítani, a veszteségeidből is, amit nem kaptál meg gyerekkorodban, nem kaptál meg felnőttkorodban, nem kaptál meg a barátodtól, nem kaptad meg a szeretőttől, nem kaptad meg a tanárodtól, nem kaptad meg senkitől, azt meg tudja ő adni egy szempillantás alatt, és semmi hiba nem látszik. Amikor bevitte a három ifjú, bekerült a tűzbe, azt mondanánk, hogy hú, milyen sorsuk van, de mikor kijött onnan, mindenki nézte. Mit mond a Biblia? Semmi sérelem nem találtatott, semmi. Miért? Mert az Úr jelenléte ott volt, oda jött az Úr. Azt mondta, itt vagyok veletek. Lehet, hogy tűzbe voltál, de az Úr veled van. Nagyon jól tudja, mi az, hogy árvaság, nagyon jól tudja, hogy mi az, hogy becsapás, hát a legjobb barátja hagyta abba. Még azt is megtagadta, hogy ismerik egymást. Én, életemben. Na, az három év után ez volt a köszönöm szépen. Rengeteg ember feltámasztott, meggyógyított. Egy se jött oda, hogy hát hogy képzelitek, hát ő engem meggyógyított. Sehol nem volt. Nem úgy halt meg, atyám, vigyél el, mert idegroncs vagyok. Hanem bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszetnek. Mert el fog jönni majd a Szent Szellem. Az úgy meg fogja őket vigasztalni, hogy röhögni fognak még a prédikáció alatt is. Tudod, hogy meg tud vigasztalni az Isten? Hogy a hétköznapokban is egy vidám ember maradsz. Nem azért vagyunk vidámak,
Mert mi nem látjuk, mennyi probléma van, hanem azért, mert bennünk lakozik a vigasztaló Szent Szellem. Csodálatos dolog. Élhetsz azzal, hogy meggyógyít az Úr. Például a kisebbségérzés szerintem 90%-ban, aki ezen a Földnek ezen a felén született, küzd ezzel. Tudod, hogy kiszedi az Úr? Méltatlan, hát én. Bocsánatot kérem, meg az is, hogy vagyok. Vannak emberek, megkínál, bocsánatot kérem, ha az ételt előtt teszi, mondja, bocsánatot kérek, nem elég sós, nem elég észre nem venné, de ő elmond mindent. Bocsánat, bocsánat. Tudod, miért mondják ezt? Azért, mert ott bent elvetettségérzés. Magadra ismertél? Jézus nevébe légy szabad. Fújd ki magadból. Tudod, ki vagy te? Jézus Krisztus szerelmese. Te az Atya megragadott. És nem azt mondta, hogy hol a pénz. Nem azt mondta, hogy hol van az, amit elrontottál. Még említése tett arról, amit elrontottál. Hanem azt mondta, hogy milyen jó, hogy itt vagy. Szerintem ez is egy profétikus kép. Mert amikor elmegyünk a mennybe, szerintem akkor is lesz bőgés. Nem mondja az igaz, hogy sírni fog a Föld minden népe. De akkor az másfajta könyv lesz a szemünkbe. Az örömnek a könnye. Hogy érdemes volt kitartani. Érdemes volt hűségesnek maradni. Érdemes megmaradni az Úr mellett. Érdemes volt. De addig is bírt ki. És engedd, hogy a Szentlélek kivegye belőled a gonoszság sérelmeit, töviseit. Én akkor csodálkoztam el, amikor megismertem egy nagyon nagy embert. Akkor jöttem rá, hogy mindegy, hogy az ember alacsony vagy nagy, pont úgy meg van támadva. Mert én az, hogy kicsi vagyok, nem kell mondjam, hogy mi kicsi voltam, mindig szerettem volna nagyobb lenni egy orasszal. Úgy megnyugodtam, amikor leolvastam a Bibliát, hogy Zákeus alacsony termet, hogy na milyen jó, egy eperfára is fel tudok pászni. Meg van az is írva, hogy a legkisebb dolog, hogy valaki alacsony. Tehát valahogy túléljük. Megtért egy nagy ember, volt egy 90 valamennyi. És mondja nekem, hogy ő, látom rajta, hogy a viselkedése zavart. És mondja, hogy neki az a probléma, hogy mindig azért csúfolták, milyen nagy. Hát mondom, tehetéged azért, mert milyen nagy vagy, meg én kicsi vagyok. Az ördög mindent kihasznál arra, hogy megsértsen. Ha nagy agy azért, ha hosszú az orrod azért, ha kék azért, ha zöld azért, ha mindent, hogy a kést porgassa benned. Mert ő a nagy sebesítő. Jézus a nagy gyógyító. És ez a fontos lépcsőfok. Ez, ha addig, amíg az érzelmi gyógyulásod nem megy, amíg ezen a lépcsőfokon nem lépsz túl, nem tudod a többi áldást átvenni. Nagyon sok ember itt akad el. Honnan lehet tudni, hogy meggyógyította az Úr a lelkünket? Nem vagy többet sérült. A viccet, ha viccelnek veled, akkor tudod, hogy vicceltek. Ha hülyéskednek, akkor tudod, hogy hülyéskednek. Ha valaki komolytalanul beszél, tudod, hogy nem kell komolyan venni. És amíg érzékeny vagy, és túlérzékeny vagy, addig még ezen a lépcsőfokon vagy. És mindaz, amit ezután mondok, szép reménység és vágy. De mindez a tiéd lehet. Érdemes, hogy a tiéd legyen. Engedd, hogy az Úr gyógyítson meg. Ne elégedj meg. Nézd meg, mi következett utána. A legszebb ruha. És két dolgot jelent a legszebb ruha. Az üdvnek a ruhája, amiben hiszünk mindannyian, de a megigazulás is. Az a tudat, hogy te az Úrnak megigazított gyermeke vagy. Nem olyan, meg van tőre, valahogy belöki Szent Péter rád várja valahogy a mennyi kapuját, éppen mint a tíraútot, mikor valahogy becsukják migránsokkal. Nem menekült vagy, hanem fiú, akit megigazított az Úr, akit megszentelt az Úr, akit kiválasztott az Úr, elválasztott. És azt mondja, adját, és tudjátok, hogy mi a helyzet, mit mond itt az ige? Mondjam. Adjátok fel rá. Ezt a ruhát nem lehet erővel. Én akarom, én keresztény vagyok. Biztosan láttátok, ma nagyon sokan mondják magukról.
csak nem áll rajta jól. Azzal, hogy felveszi egy gyermek a nagyapja ruháját, nem lesz belőle nagyapó. Attól, hogy én magam felöltöztetem, tudod, mikor áll rajtad jól? Mikor az Úr feladja rád az üdvösség ruháját, a megigazulás ruháját. Tudod, hogy ki öltöztette fel Áront? Mózes. Az Úr öltöztet fel az igazság ruhába. Józsefnek, tudod, ki öltöztette fel Józsefet? Az apja? Ez a cifraruha. Lehet, hogy próbálják tépni róla mi Józsefről, de ne engedd, hogy letépjék. Te az, ezt is az Úr tudja rád adni. Tudod, miután kapod meg? Miután a sérült szíved és a lelked meggyógyul. Adjátok fel a legszebb ruhát. Ez a harmadik lépcső volt. Negyedik lépcső. Negyedik szint. A gyűrűt is adjátok rá. A gyűrű az a hatalmat jelenti. Pontosabban azt a hatalmat, amivel elismeri Isten rólad azt, hogy te az ő családjának vagy a része. Ez régi kép. Amikor egy nagy családban valaki született, kapott egy gyűrűt, és azon a gyűrűn írta a családnak a nevét. Hámán azért lett olyan hatalmas, mert a királynak a gyűrűt, a királytól kapott gyűrűt. De az ima és a bőt megfordította a helyzetet. És tudod, hogy kihez került ugyanaz a gyűrű? Márdökeusra. Te vagy az a Márdökeus, akinek az Isten készítette a hatalmat és a gyűrűt. És akkor tudod, hogy te Isten gyermeke vagy. Nincsen azért én már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert nem te szerint járnak, hanem szellem szerint. Ha rajtad van a gyűrű, nem tudom, hogy ma szokás-e, de amikor én fiatal voltam, ugye szépen hangzik, most is emlékszem, hogy felhúztam a gyűrűt, tudjátok a buszon, hogy utaztam? Így. Lássad, nekem van gyűrűm. Én nem vagyok egy csóró gyermek, alacsony vagyok, az igaz, kicsi, de hőm, van feleségem. Van feleségem, van gyűrűm. Tudod, hogy az ördög részén van egy gyűrűd? Hoppá, ennek van gyűrű, ezt tudja, hogy kicsoda. Emögött ott áll az isteni hatalom. Amit ő mond, abba belerezeg a pokol. Van hatalmad! Azt mondja az igen, hatalmat adtam, hogy az ellenség minden erején taposatok, és semmi nem árthat neked. Van hatalmad! Amíg a gyűrű Hámán kezén volt, veszélybe volt Izrael. De amikor a gyűrű rákerült Márdökeus kezére, öröm volt Izraelnek. Szabadulás, győzelem, megfordult a sorsa. Van hatalmad. De ezt a hatalmat azután kapod meg, még ez egy plusz lépcső fog. Ez az atyai háznál vár rád. Ragad meg a tied. És mindezt kegyelemből. Nem érdemelte meg. Ajándék. Ötödik ajándék a sarú a lábára. Ez a győzelmet jelenti. Nagyon csodálatos a keresztény élet, ha győztes vagy. Nem bukdácsolásra vagy elhívva, mondjad a szomszédodnak, nem bukdácsolásra hívott el az Úr. Hogy egy kicsit igyekszünk, aztán megint elbukunk, aztán megint igyekszünk. Azt mondja a Biblia, erőről erőre, győzelemről győzelemre. Mindaddig, míg megjelenünk az Úr előtt a Sionon. Ez a te útad. A te útad a győzelem útja. Mondjad a szomszédodnak, a te útad a győzelem útja. Győzelemre hívott el az Úr. De csak akkor, ha ez a szent saru a lábadon van. Hány embert láttatok, hogy jár az az Úrnak az útján, eltelik egy-két év, vagy három, és valami hülyeségben megbotránkozik, puff, hasra esik. Mezitláb nem lehet győzelmes keresztény életet élni. Egy kis tövis. Jaj! Mi van, pásztor? Jaj!
Beleléptem a tövisbe. Hát hol volt a cipőd? Az Úr áldjon meg. Te hatalmat kaptál, hogy a skorpiókra lépjél. És megsértődsz, és megbántodsz egy békán. Megbántodsz egy rossz szón. Hol volt a cipőd? Használd! Tapossad! Azt mondja a Biblia, hatalmat adtam, tapossatok. Az ellenség, mondjuk együtt, minden, ezt hangsúlyozzuk ki, minden erején. Nincsen olyan sátánikus erő, ami fölött az Úr ne adott volna neked hatalmat. És ennek az egyik ele a sarud. Egyenesen járjatok, hogy a sánta meggyógyuljon. A sántikáló keresztény az mezitlábas. Hát most gondolj bele, ha le kéne húzzad most mind a két cipőt, ez gyalog menj haza. Mire hazaérnénk, szerintem legtöbbünknek véres volna a lába. Ha így mennénk haza. Minden lépés egy fájdalom. Ilyen az, amikor nincs sorról keresztényen. Minden lépés egy egerőltetés. Valahogy megint el tudtam menni a gyülekezetbe, de óriási erőfeszítés. Vérzik a lábad. Húzd fel rá a sarudat. Rálépsz a kígyókra, ott laposodjál az Úr nevébe. Szegénység, sértődés, támadás, okult beszédek, betegség, megtaposlak a Jézus nevébe. Hatalmat kaptál, neked kell taposni. A te kígyóidat neked kell letaposni, az enyémet nekem. Van elég. Van mit tapossál? Ha nem, gyere, mert megmondom. Adok az enyémből is. Kígyók, skorpiók, ellenség, minden erő, és semmi nem árthat neked. Nem csodálatos szint? Az atyai házban erre vagyunk elhívva, hogy egyenesen járjunk, semmi nem árthat neked. Képzeld el, mert aki téged áld, az áldott. Aki téged átkoz, az lesz átkozott. Hűte, ezzel nem érdemes foglalkozni. Miért? Mert természet feletti védelme van. Természet feletti védelmed van. Természet feletti védelmed van. Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre. Nem egyedül vagy. Nem véletlen. Az övé vagy. Szeret téged. Ha tövis van a lábujkádban, húzd ki, és húzd fel a cipődet, és járjál erősen. És akkor van a következő csodálatos szint, ami nagyon sok ember szeretne, ez a hízott ulok. Nagyon soktól láttam. Az első lépés után már a hízott ulkot várja. Meg vagyok térve, mikor jön a sült galam, míg jön. Nem jön ember, nem jön sehogy, mert nem tud repülni. A hízott ulok mit tudott, mikor jön? Az a hatodik szint. Mikor a sértődéstől megszabadulunk, amikor a cipőt felhúztuk, amikor a megigazulás öltönyébe járunk, mert mind az igazságos cselekedet. Mert mikor tudunk igazságos cselekedetet? Amikor meg vagyunk igazítva. Csak egy megigazított ember képes a megigazult cselekedetekre. És akkor tudod, mit mond a király? Hozod a hízott tulkot. Mindenki az omega mézet egyé. Vegye. Jó ötlet? Tudjátok, hogy a legfinomabb méz az omega méz? Nem tudtátok? Gyere ide, barátom, mutassalak be, mert nem ismerik ezek a testvérek. Jó mézet akartok. Ez az én testvérem olyan mézet tud csinálni nektek, nem tudom, hogy. A legfinomabb a Judészben. Vagy az országban? Hányadik helyen vagytok? Milyen? Hát most lesz 30-án a második verseny. Dicsősége az Úrnak a tavaly az akác és a repce Erdély szinten az első lett. Mondtam a legjobb nektek! Csak hívből mondtam. Az Úr nevében. Jó mézet akartok. Ne ezt a kínai, ukrán, mérgezett mézet vegyétek az urány, az telé van méreggel. Az atombombát félig belerakták, és azt veszitek. Csak hol szó? Tőle vegyétek. Omega méz. Azzal kelek, azzal fekszek. De komolyan mondom. Ha kell, mondjam még nektek. Fel lehet iratkozni. Szombaton hozzá legalább 10 kilót, mert megvesszük, érted?
Addig prédikálok, míg megveszik ember, ha nem adja. Addig kis engedem őket. Drága testvéreim, jó tartogat. Képzeld el, hogy van Istennek hízott tulka, nevelve csak a te számodra. Mikor hazament az ifjú, nem azt mondta, jaj, nem tört ki valamelynek a lába. Nincs egy olyan, amit annyit ütött az autó. Lapos csirke, valamit adjunk neki. Új is éhes. Nem! Volt előkészített hízott tulok a számára. Van a számodra előkészített anyagi forrás. A mennyekbe el van készítve bővölködésed. Isten erre teremt előre. Nem akkor mondta, öpp most született, bornyon felneveljük, öregem, majd ha megnősz karácsonyban, neked levágjuk. Kész volt. Előre el van készítve az áldásod. Lehet, hogy te már meg vagy vénülve, már lehet, hogy a bornyúból már vén bornyú lett, hogy 6 órát kell főzni azt a bornyúhúst. De hidd el, Isten előre elkészítette a te gazdagságodat. Tudom, hogy van a kettő agyrémet kap, de az az ő baja legyen. Téged Isten anyagilag meg akar nagyon áldani. Meg is tud, meg is akar, és hiszem, hogy meg is fog. A hízott tulók, nem azt mondta, pont most van egy. Beteg volt, már régóta látom, leesett a lábáról az éjjel, pont jó lesz. Hanem a híz, a legkövérebbet, amelyik legjobban néz ki. Nem sován gebét ad az Úr neked, hogy be van hojpadva a pénztárcád, hanem akarja Isten, hogy duzzadjon. Duzzon, gazdag legyél. És képzeld, Isten nem aggódik. De most, jaj, de ha gazdag leszel, mit fogsz csinálni? Jót. Egy jó ember jól fogja befektetni a pénzét. Van szegény elég, akinek adni, ne aggódjál, de nincs kinek kölcsöt, szóljál, mert segítek. Nincs hét, hogy ne kérjenek segítséget. Nincs hét, hogy ne kapjunk egy olyan, pásztor, ebbe segíts, abba segíts, hú, ha mondom, ha Isten volnék, se volna annyi pénzem. De tudd meg, az Úr meg akar áldani téged. Ezt addig mondom, míg elhiszitek, mert most látom, hogy 15% már hiszi, úgyhogy még egyszer csinálok egy túrát, hát ha elhiszitek többen. Hízott tulok vár rád. De a sértődékenységet miatt vénül a tulkod. Már rég meg kellett volna öljék azt a tulkot, már kéne egyet, de amíg sértődékeny vagy, addig ott ordít az olba. Kiabál, hogy már vágjatok le, hát te nektek vagyok felnevelve. Isten forrásokat tartogat a számodra. Hágárnak még a sivatagban is volt forrása. Ott bőgött, hogy itt fogunk meghalni, végünk. Jön az angyal, és azt mondja, hogy hát nem látod? Mit? Hát ott a forrás. Ja, tényleg. Észre se vettem. A forrás előtte ott. Ott nem akkor jöttek a fúrógéppel, gyere, fúrjunk szegénynek, mert mindjárt meghal. Még egy kicsit tartsál ki, még egy óra múlva már lesz, és zavaros lesz, de azért valahogy csak nem egészod. Képzeld el, megvan, előre el van készítve. Ha anyagi szükségben vagy, akkor keresed az Urat, hogy nem-e távol vagy az Úrtól. Vagy nem-e valamelyik lépcsőfokra ráfeküdtél, és azt hiszed, hogy eljött az Isten országa. Én nekem ez elég, én nem akarok túlzásba menni, pásztor. Nem kéne ki nagyot. Tudjátok, a viccet sokszor elmondtam. Két misszionáros találkozik, egyiket Trabanta, a másik egy jó Mercedes-szel találkoznak. Hú, milyen autód van ember, az Úr áldja meg. És ne, hogy van? Neked hogy van autód? Hát azt mondta, úgy volt, hogy nekem nem volt csak motorbiciklim. Úgy elvert az eső, és mondtam, drága ura, adsz nekem egy Trabantot. Nem baj, ha csak 4 kereke legyen és teteje. Azt a bontóból is kapsz, hogy ilyen. Igaz, kell lökni, de úgy lehet. Már az eső nem ver, nem? És megadta az Isten. Hát neked, azt mondtam, hát hogyha már úgyis imádkozok, miért imádkozok egy normális autó, és kértem, uram, egy jó autót kérek tőled. Hát tényleg ugyanaz az Isten. Drága testvéreim, ugyanaz az Isten. Ő gondoskodik az egész világról.
tudja a szükségedet, tudja, hogy házra, lakásra van szükséged, látja az autódat, hogy az Ócska piacon többet adnának érte, mint a piacon, vagy a bontóba, akkor nem az Úr akarata, hidd el. Alatt cseréld az olajat, az Úr azt akarja, hogy neked hízottulkod legyen. Dövölködjél. Jó, azt mondja János apostol, akarom, hogy ahogy jó dolga van a lelkednek, legyen ugyanolyan jó dolga a testednek is. És az a helyzet, hogy kényelmesek vagyunk, gondolkozom is, hogy csináljunk egy rámpát, hogy tudjunk bejönni ide autóval, mert úgy megszoktuk, hogy már nincs parkolója, ide is bejönnénk autóval lehetne. Megszoktuk, kell az autó, nem túlzás. Jó az Úr. Ha hízottulkot vár, akkor nézd meg, hogy miért nem vetted el, de ma vedd át a hízottulkodat. Szóval engem az Úr így meg akar áldani? Na, én elfogadom. Legyen hited elfogadni. És hidd el, hogy még több van az Úrnak a számára, mint amit ma átvettél. Nem olyan, az amerikaiak mind megettek az összes hízottulkot. De székeknek nem marad csak valami pocska gemék. Képzeld, hogy nem így van. Vár. Az atyai háznál vár a hízottulok. Mondjad a szomszédodnak, az atyai háznál vár téged a hízottulok. Nézd valakit a szomszédodba, akinek talán még eddig senki nem mondta, de te mondjad el neki. Nyugodtan elhagyhatod a helyedet, és mondjad, hogy téged az atyai háznál vár a hízottulok. A hízottulok. Dicsőség az Úrnak. És utána jön a hetedik szint, ami igazából már egy következmény. Mondja, hogy és most vigadjunk. Csak akkor tudsz vigadni, ha mind az összes lépésen túlmagy. Mert ahogy be van nagyon hojpad az ember zsebe, tud vigadni, ha fizetnek. Fizetés napján. De nehéz vigadni. Képzeld el, nem evett volna semmit ez a fiú. Mondta volna az apja, hogy most vigadjunk. De nagyjából vizetem, így elszédülök, mert olyan éhes vagyok, hogy ketten vagyunk, vagy hárman. De az Úr ellát, mert meg van írva, mindennel megajándékozott pedig az Úr, ami életre és kegyességre való mindennel. Mindennel. Dicsőség az Úrnak. És ezért van az, kedves barátaim, akik először jöttetek, csak nektek szeretném magyarázkodni, hogy az igazolásunkat valahogy magyarázzuk, hogy miért mind rögünk annyit. Hát azért, mert az Úr megszabadított, megbocsátotta a bűneinket, kegyelmet kaptunk. Hát persze, hogy vigadunk. És nem akármilyen vigalom volt, ez az egyháznak a képe. Mi volt? Tánc, öröm, muzsikaszó. Nem élhettek muzsikaszó nélkül. Ez az igazi muzsika. Az Úr dicséretébe. Érdekelünk, elvendezek, érdekelek. Hát mi van ezzel? Megbolondult? Nem bolondultunk meg. Egy szempontból nem volt normális. A nagy testvér nem értette, ez nem normális. Elveszítette az egész vagyonát, és erre muzsikált. Hát ezen aztán van mit nevetni, tényleg? Hát hogy lehet? Annyira tetszik ebből a történetből, hogy nem engedte magát az a fiú kiprédikálni. Nem úgy volt, hogy tényleg búsú, hát akkor állítsuk meg a zenét, hogy ne botránkoztassuk meg szegényt. Hozzátok szólok, akik megszoktatok botránkozni, minek énekelünk annyit, minek kell tapsolni. Van, amiért a templomokból ez az öröm hiányzik. És ez nagy baj. Nagy baj. Tudjátok, miért nagy baj? Őszintén, nem vonzó a szomorúság. Hát nagyon kevés ember azt mondja, te vigyél ám egy helyre, ahol lehet búsulni. Én legalábbis soha nem jutott nekem ez eszembe. Úgy búsulnék egyet valahol. De eljössz az Úr jelenlétébe. Ott zene van, tánc van, dob van. Még fütyülnek is ezek a templomba. De még hogy? De ez volt az atyai háznál. Ez van, ez az így, ezért van öröm.
Mert az Úr megbocsátotta a bűneinket. Ez a legnagyobb dolog. Persze van, aki már nagy hízottulókkal jár, alig fér az autójába, de áll Istennek, vagy békit. Az Úr adjon nagyobb autót neki. Mert akinek van, annak adatik. Ne felejtsd el. És azzal kezdődik mindig az öröm, hogy örülsz a másiknak. Azt mondja, örüljetek az örülőkkel. Mert addig, amíg nyugtatót kell szedjél, mikor a másik örül, addig még egy-két lépcsőfokon fel kell lépni. De csodálatos dolog a vigadolás, az Úr jelenlétébe. Képzeld el, az atya elveszítette a vagyonának 50%-át. Képzeld el, a teljes vagyonának 50%-át. Minden oka meg lett volna, hogy borzasztó, nyugtassatok meg, elveszette mindenemet. Éppen maradt szerencsére ketté osztottam, hanem ez is elment volna. És ezek közöpette hozzátok a muzsikusokat, az öröm napja. Tudod miért? Mert te többet élsz, mint amit elvesztettél. Isten számára fontosabb vagy, mint amit elrontottál. Jobban örül neked, mint amit bántódik, amit elrontottál. Nem jön zavarba, hogy jó, de ezt is elrontottad, azt is. Ha nem tudnád, hogy mit a nagy testvéred tudja, légy nyugodt. De csodálatos, hogy az Úr nem erre nézett, hanem azt mondja, két oka van az örömnek. Feltámadott, és megtaláltatott. Él. Ez nekem az örömre teljesen elég. Dicsőség az Úrnak! Tudod, miért van öröm a mennybe? Egy bűnös ember megtérésén, a mennyed! Miattad, mondjad a szomszédnak, miattad örülnek a mennybe. Azt a mindenét, én nem is tudtam, miattad lehet örülni. Nem az ellenséged az Úr. Nem azt mondja, hogy milyen hibád van. Nézd meg ez a fiatal ember. Ez disznó parfümmel volt felruházva, szakadt ruhába, minden oka meg lett volna, hogy haragudjon. És erre azt mondja az atya, hogy örüljünk. Miért? Mert itt vagy, mert meg vagy. Dicsőség az Úrnak. De van az nyolcadik állomás, amit nem kérünk, és úgyis kapunk, és mindenki megkapja. Az atyai házban ott vannak a nagy testvérek. Amen. Mondtam helyettetek. Tudtam, hogy nem fogjátok mondani. Ha olyan egyházat keresel, ahol nincsenek nagy testvérek, az csak a mennybe lesz. Ez a korszakban együtt van a nagy testvér a kicsivel. Azzal a naggyal, aki állandóan, mint a radar, mit rontottál el, és tudja. Hoppá, ez a csomó kábetűssel összezavarodott. Ez a vagyont elvesztette. Ez a ruhát elvesztette. Gyűrű nincs is már. Mezitlába, büdös, mint a disznók. Ezek a nagy testvérek. És nem szabadulsz meg tőle itt a földön. Szeretném elmondani. Minden embernek jut egy nagy testvér. 50%, 50%. Úgyhogy, ha van egy nagy testvéred, dicsőség az Úrnak, glória, halleluja, jó helyen vagy, jó gyülibe vagy. Ha nincsen nagy testvéred, gyanús, akkor nagyon gyanús, vagy akkor csipkedd magad, mert lehet, hogy meghaltál, vagy fel vagy támadva már. Lehet, hogy elragadtottál. De ebben a történetben egyértelművé teszi a Biblia, hogy nagy testvérekkel együtt kell nekünk a mennybe menni. Én meg vagyok botránkozva. Jövök haza, hosszú idő után valahogy eljövök a gyülibe, és olyan csúnyán nézett rám nagy testvér. Olyan csúnyán. De ez a fiú nem ezt csinálta, hanem ő hallgatott az atyára. Mit mondott neki az atya? Örüljünk és vigadjunk. Ez parancs, emberek. Nem választás kérdése, van üdvösséget esik vigyorogni. Az Úr áldjon meg. Senkinek ne engedd meg, hogy elszomorítson. Senkinek ne engedd meg, hogy ellopja az örömödet. De jó, hogy itt ülsz. Hol üljek? Hol voltál? Hol a lóvé? Múlt héten hol voltál? Ezt csináltad rosszul. Azt. Mind igaz volt, hogy nagyjából igazakat mondott.
Izsáknak is megvolt a nagy testvére, úgy hívták, hogy Ismael. Jákobnak is megvolt a nagy testvére, úgy hívták, hogy Ézsau. Józsefnek is megvolt a nagy testvére, 10 volt belőle. Ma az egyház kis testvérekből és nagy testvérekből áll. Tékozlókból és nagy testvérekből. De szeretnék valamit kiemelni. Az atya mind a két fiát fiának nevezte és szerette. Nincs jogod a másikra azt mondani, nem a testvérem. A nagy megpróbálta, de az apja kijavította, hogy ez a te testvéred. Nem tudom, melletted a nagy testvérül vagy kis testvér, de mondd meg, hogy nem tudom, ha tudod, de a testvéred vagyok. Lehet, hogy nem örülsz neki, de akkor is a testvéred vagyok. A te testvéred vagyok. Akkor is, ha tetszik, akkor is, ha nem tetszik. A testvért kapjuk, nem válasszuk. A testvért kapjuk, nem válasszuk. Isten döntött az örökké valóságba, hogy téged és engem testvérekké tegyen. Mi, akik távolvalók voltunk, közelvalókká lettünk. Tudod, kinek vagy a testvére? Jézusnak! 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 És Jézus Krisztusban mi is testvérek vagyunk. Dicsőség az Úrnak! Csodálatos! Kicsit telik az idő, de egy kicsit hadd még beszéljünk a nagyobb fiúról, mert sokkal tanulságosabb ez a része, mint gondoltam. Miért vált ez a fiú nagy testvérré? Nem azért mondom, hogy eltanuljuk, hanem azért, mert hogyha magadra ismersz, akkor korrigáljuk magunkat. Nem véletlenül lett nagy testvérre, ennek oka van. Első, haragos testvér volt. Vannak keresztények, akik tudnak haragudni. Úgy gondolják, hogy adott esetben ez teljesen indokolt. Mi van, haragszol? Mint Jónás, mint halálig, az Úrért. Mit csinálsz, Jón Illés? Búsulok. Méltán? Méltán. Haragszom? Méltán. Míg élek, haragszom. De ezekből lesznek a nagy testvérek. Hogy mi volt a második lépés? Az érzelmi gyógyulás. Ha haragszol, visszaugrasz az első lépésre. Elveszíted az érzelmi gyógyulást. A harag rést nyit, és az ördög kihasználja. Emlékeztek Káinra. Második dolog, gyorsan szeretnék menni, a szolgai életmód. Mondja, ennyi ideje, szolgálnak téged. De jó ember, ez nem szolga volt. Képzeld el, úgy él azért, ő minden vagyonnak a birtokosa. És ő elment, mondta, apám, ma kapálni megyek, vagy kaszálni? Kaszálni, fiam, húzta. Estére már ömlött a víz. Hónap ment kapálni. Napszámos volt. Szolgált. Én nem tudom, te hogy élsz a gyülekezetbe, hogy élsz az Isten népe között, de ha szolgaként élsz, borítékolva van, hogy nagy testvérré válsz. És itt nagy figyelem azoknak, akik szolgálunk. Velem az élen, és veled az élen. Minél szorgalmasabban szolgálsz a gyülekezetbe, annál nagyobb esélyed van arra, hogy egy profi nagy testvéré leálljál. Nézd meg a következő lépést. Azt mondja, soha parancsodat nem hágtam. Én korrekt voltam. Ez a saját igazunk. Annyira igazad van, már csak egy lépés és eredeti nagy testvéré válsz. Hát a vita nem ezekből van. Igazam van. Csak vigyázz, mert kár nagy testvérnek lenni. Van egy más korrekt sors, és ez az örvendezés sorsa. A következő dolog, ami őt nagy testvérré tette, hogy nem volt tisztában azokkal az áldásokkal, ami az övé. Azokkal, ami az atyai háznál, amit az atya az ő fia, a tékozónak adott, ez mind őt is illette. Ő is élhetett volna egész életében, vigadjon, örüljön, boldogan, minden nap kövér borjút tegyen, az övé volt minden. Ha
Ha nem vagy tisztában azokkal a jogokkal, amik a tiéd az igéből, nagy testvéré válsz. Majdnem énekeltem egy éneket, de azt nem akarom most senkit kigúnyolni. Drága barátom, nem szolga vagy. Azt mondja az igé, nem szolga vagy, hanem fiú. Mondjad a szomszédodnak, nem szolga vagy, hanem fiú. Nem szolga, hanem fiú. Az Úrnak vagyunk a gyermekei. Az édes gyermekei. Ne úgy fogd a kereszténységet, igyekszek, szolgálok. A kényszerből csinálod, nem jó szaga van, izzadság szaga lesz. És talán még egy érdekes dolog. Megtagadta a testvérét. Mondta, ez a te fiad. Nem a testvérem, a te fiad. És vigyázz, hogy viselkedsz a testvéreddel. Melyik testvérről volt szó? Aki a vagyont elvesztette, aki erkölcstelenül élt, eltávolodott az atyától, a ruháját elvesztette, a gyűrűjét elvesztette, a sarját elvesztette, mindent elrontott, amit el lehet rontani, de megtért. De megtért! De megtért! És ha az az ember, aki segítségül hívja az Úr nevét, és megtér, drága, most prédikálok, vegyem fel, nem veszem fel neked. Drága testvéreim, ne azt nézd egy emberről, hogy mit rontott el. Mert ha megtért, az Úr neki megbocsájtott. És nem büntethetjük egymást, nem tüntethetjük ki egymást azzal, hogy figyelj ide, te jó vagy a testvérem, vagy te nem vagy jó, te nem vagy a testvérem, ez nagyon jó testvér. Tudod, mi az ilyen személyválogatóknak a problémája, hogy nagy testvérek. Tudod, hogy nem te döntöd el, hogy ki a testvéred? Rájöttél? Kitartó vagy testvér? Ezt az Úr döntötte el, tudod miért? Mert Jézus vére tett testvérek ki, a vér tett testvérré. Ugyanaz a vér mosott meg téged, mint engem. Ezért vagyunk testvérek. Lehet, hogy más a történetünk, de attól testvérek vagyunk. Kérlek, nagyon figyelj oda a testvéreidre. Mert amikor ítélet, ez az ember mit csinált? El volt foglalva a másik ember múltjával. Be volt ragadva, mint az a régi abba lemez. Tam-tam-tam-tam-tam-tam, nem tudom, a régi lemezet ismertetek. Régi bakelit lemezek voltak, és előfordult, hogy beragadt. És mindig ugyanazt játszotta. Na, ilyen a nagy testvér. Ezt rontottad el, azt rontottad el, és volt benne igazság. De ha ehhez értesz annyira, hogy ki mit rontottad el, akkor már megrendelheted a nagy testvér diplomát a gyülekezetben. És tudjátok, mi a szomorú? Hogy nem tudta élvezni, hogy az áldás. Ott volt az atyai háznál, pont úgy, mint a kicsi. Beülve, szomorúan. Miért? Annyira zavar engem ez a zaj. Minek kell annyit énekelni? Nagy testvér. Minek kell annyit dobolni? Nagy testvér. Jaj, még fütyülnek. Jaj, még láttam, meg is mozdulnak. Hát ez borzasztó. Az a helyez, hogy az Úr jelenlétében van tánc és zene, és jó kedv. És ha menj, ahova megyünk, ott is lesz, nem tudom, nagy bajban lesznek a nagy testvérek. Jobb, ha most is megszokod. De egy dologra szeretnélek figyelmeztetni magamat is, és benneteket is. Az atya lehajolt a nagy testvérhez. Ne nézd le azt, aki most lehet, hogy téved. Be van ragadva, mint a kamion a sárba. Be van állva. Halleluja. Lehet, hogy duzzog. Akkor oda jön az atya, és azt mondja, fiam. Nem az, de öcsi, nem eddig ett az idegemet a másik, most te felcseréd, most te kezded? Hanem azt mondta, fiam. És ki vagyok én, és ki vagy te, hogy a képzett nagy testvért
Mert legalább annyira vagyunk képesek cinikusak lenni a nagyok felé is. Ő azt mondja, hogy fiam, fogadd el, hogy vannak az egyházban ilyen fiai az Úrnak. Bízzad az atyára, mert majd el fogja intézni őket. Majd megvigasztalja őket is. És lesz egy gyakor és egy nyáj. Te mindenkor velem vagy. Nem hagyta el az Úr. Nem vetette meg az Úr. Hanem rájött arra, hogy ez a fiú itthon volt, de nem tudta, hogy hol lakik. És ma is vannak, nagyon sokan járnak gyülekezetbe, nem tudjátok, hova jártok. Azok tudják, hogy hova jártok, akik írnak nekem, sokszor mondják, mondd meg a Gyurinek, hogy becsüljeik meg, hova járnak, mert nem tudják, hova járnak. Ez igaz. Meg lehet szokni. Meg lehet szokni az áldás, meg lehet szokni az atyai, mi van, kimennek kávéznak, szivaraznak, másik kimegy, nézze meg a Facebookját, meg nézi a meccset, kinek dolga van, elmegy, mert kezdődik a valamelyik klub. Tudom, nem még nagy testvérek, de egy nap őket is az Isten megérinti. És neki is azt mondja, hogy drága fiam, tudod, mit kéne neked csinálni? A dicséretet kérem, miközben jöjjön fel. Azt mondja, fiam, tudod, mit kéne neked? Örülnöd és vigadoznod. Mondjad a szomszédodnak, ez az Isten akarata veled kapcsolatban. Örülj és vigadj. Kérlek, álljatok fel! És ha valakinek ez eddig még nem sikerült, akkor mondjad a szomszédodnak, örülj! És vigadj! Mondjad a szomszédodnak, az Úrnak az üzenete hozzád. Drága testvérem! Mondja neki, drága testvérem! Legalább három embernek menj el most, és mondjad, hogy nagyon örvendek, hogy te a testvérem vagy. Jó testvérem vagy. Örülnek a testvérem vagy. Örüljél, drága testvérem. Örülök, a testvéred vagyok. Örüljél és vigadjál. Örüljél és vigadjál. Örülnöd és vigadnod kellene hát, hogy ez a te testvéred meghalt, feltámadod, elveszed és megtaláltatod. Dicsőség az Úrnak! Dicsérjük az Urat!